akkor lássunk is hozzá a 36-os laphoz, és hogyha visszaemlékeztek, hogy miről volt szó tegnap előtt, de főleg tegnap, ugye azzal kezdtünk el foglalkozni, hogy milyen macesz az, amelyet, hogyha fogyasztunk a széder este, Pészak első estjén, akkor teljesítjük a macesz evés kötelezettségét, ugye? Pészakkor egész héten át tilos kovászos kenyeret ennünk, de nem micva kovásztalan kenyeret enni, maceszt, csak az első este. Amikor a széder estét csináljuk, akkor kötelességünk maceszt enni. Milyen kell, hogy legyen az a macesz, amit az első este eszünk? Nos, erre mondtuk azt, hogy különböző előfeltételek vannak, ötféle gabona van, amiből kell, hogy készüljön ez a macesz. Ez volt ugye a búza, az árpa, a köles, a tönköly, a rozs, a zab. A köles az nincs benne, még egyszer elnézést. Búza, árpa, tönköly, rozs és zab. Aztán azt mondtuk, hogy nem elég, hogy ebből az ötféle gabonából kell, hogy készüljön a macesz, hanem mindenféle más peremfeltételnek is teljesülnie kell. Például tilos, hogy ez a macesz valamilyen még nem teljesen leadózott terményből legyen. Ugye az ókori Izraelben le kellett adózni, kellett adni a trumát a kohanitáknak, a mászer rizsonyt, az első tizedet a lévitáknak. A lévitáknak ebből az első tizedből ugyancsak kellett adni egy trumát a kohanitáknak, aztán kellett adnunk egy mászer sénit, egy második tizedet, amit föl kellett vigyünk Jeruzsálembe, ha nem akartuk fölvinni Jeruzsálembe, akkor azt át kellett váltani, és egy 20%-os büntető kamattal át kellett váltani pénzre, és akkor az eredeti termény, felajánlott tizedtermény az újra profán lett. Aztán ez 3 évente cserélődött, és mászer ani, a szegényeknek járó tizedre lett átváltva, vagy a tized helyettesítette azt. Nos, mindezeket az adókat le kellett vonni a tevelből, le kellett vonni magából a termésből, mert ha ezt nem tettük meg, akkor nem ehettünk a terményből, és ez ebből készült macesz, nem olyan macesz, amivel tudnánk teljesíteni a micva kötelességünket a Pészak első estjén. Úgyhogy ezekkel a dolgokkal foglalkoztunk tegnap, és ezzel fogjuk folytatni a mai tananyagot is. Tehát a Pszachim traktátus 36-os lapjának a tetején tartunk. Tanulában a nyolchal jöjjci adem idejéhoj vasszöve májszer sényi brusaláim, talmud lai már lechem ajni. Máse noichal nechol be a ninusz, jatsz esse einai nechol be a ninusz, elabe szimcha divre rabi jöjszi haglili. A kérdés a következő. Szó volt eddig arról, hogy a mászer séni a második tized, amit ugye föl kell, hogy vigyek Jeruzsálembe, ha nem akarom fölvinni Jeruzsálembe, akkor átválthatom pénzre, és miután átváltottam a pénzre, a pénz veszi át a szentségét ennek a második tizednek, amit föl kell vinni Jeruzsálembe, és az eredeti termény az profánná válik, és onnantól fogva elfogyaszthatom bárhogy, és bárhol, és bármikor. És maceszt is készíthetek belőle. De mi a helyzet akkor, hogyha nem váltom ki, és erről nem volt szó korábban, ha nem váltom át a második tizedet, hanem abban a formában, ahogy van, a második tized formájában fölviszem Jeruzsálembe, és ott készítek belőle maceszt, és ezt a maceszt enném meg a széder este. Ugye a kötelességem ezt a búza termést megenni Jeruzsálemben, ugye ez a második tizednek a lényeg, és ezt teljesítem is. Csak közben a fenntartható fejlődés jegyében a szinergiákat kihasználva nem csak megeszem Jeruzsálemben, hanem macesz készítek belőle, és ez lesz a széder estének a macesze. Most mit mond a Brájta? A Brájta azt mondja, hogy ez az első vélemény legalábbis, ez a macesz nem megfelelő. Miért? Mert a maceszről, és ezt már visszatérően többször mondtuk, vagy többször említettük, a maceszről azt mondja a Tóra, hogy a macesz az lechemoinu, a szegénység kenyere. És sok mindent jelent, például tegnap arról beszéltünk, hogy mivel ez a szegénység kenyere, ezért az ízesített macesz, az nem kóse. De az a szó, hogy szegénység kenyere, az jelent még valamit. Héberül a szegénység kenyere lechemoinu, hogyha áinnal írjuk, akkor azt jelenti, hogy szegénység kenyere. Hogyha aleffel írjuk, akkor az azt jelenti, hogy egy gyásznak a kenyere. És ugye ráadásul a szónak
a hangzása az ugyanaz. Tehát a héber helyesírásban oini, ainnal írva az azt jelenti, hogy szegénység, aleffel írva azt jelenti, hogy gyász. És itt van egy szójáték, amit Rabbi Yossi Aglili használ, és azt mondja, melyik az a kenyér, melyik az a kovásztalan kenyér, amit hogyha maceszként eszek, akkor azzal teljesítem a maceszevés kötelezettségét, az a szegénység kenyere, lechemoini, ami egyben lehetne a gyász kenyere is, amit gyász alatt is lehetne enni. Tehát akkor az olyan kenyér, vagy az olyan élelmiszer, amit valamilyen oknál fogva gyász alatt nem ehetnék, ez a kenyér, ez már nem felel meg ennek a feltételnek, és ez a kenyér, ez nem jó a szegénység kenyerének, nem felel meg, és ezért nem jó a macesz evés kötelezettségét, ezzel a kenyérrel nem tudom teljesíteni. Most a helyzet az, hogy a második tizednek a terményét, amit felviszek Jeruzsálembe, arról az van írva, hogy azt nem szabad gyászolás alatt, a gyász idején ennem, hanem csak örömmel, boldogsággal, de szimha, és ezért a Bélszegéle azt mondja, hogy ha én a második tizedemet viszem fel Jeruzsálembe, és abból készítek maceszt, ez a maceszt nem alkalmas a széder estén fogyasztandó pászkának a micvájának a teljesítésére. Miért? Mert az már nem felel meg annak az előírásnak, hogy az a kenyér, a kovásztalan kenyér, amit a széder este eszek, az a szegénység kenyere kell legyen. Szegénység kenyér az ugyanaz, mint a gyász kenyere. A második tizedet nem lehetne a gyászban fogyasztani, és ezért ez nem felel meg az előírásnak. Ez Rabbi Yossi Aglili véleménye. Rabbi Akiva, mert macesz riba. Rabbi Akiva viszont nem ért ezzel egyet. Ő azt mondja, hogy a Tórában többször szerepel a macesz kifejezés, visszatérve rátszólag feleslegesen szerepel a macesz kifejezés. Ugye ezt is már említettük tegnap, hogy Rabbi Akiva ebből azt mondja, hogy ha sokszor szerepel az a szó, hogy macesz, az azt jelenti, hogy ilyen macesz is, olyan macesz is, amolyan macesz is, tehát akkor mégiscsak lehet mindenféle macesz, lehet a Mászer Séni féle macesz is, lehet a második tizet féle macesz is, tehát Rabbi Akiva vitatkozik, és azt mondja, hogy nem ért egyet Rabbi Yossi Aglilivel, szerintem, hogyha én fölvittem a második tizedemet, és abból készítettem maceszt, és azt szeretném megenni a széder este, akkor ez megfelel, és ezzel teljesítem is a kötelezettségemet. Akkor viszont mit jelent az a szó, hogy lechemoini? Mit jelent szerinte a szegénység kenyere? Mire utal a szegénység kenyere? Mire utal szerinte? Prát le iszasini laisabe jáin, de semmenudvás, ugye arra utal, amit már tegnap tanultunk, hogy a szegénység kenyere, az mit jelent? Nem lehet ízesített kenyér a macesz. Például, hogyha ni laisa, ha a tészta az borral, olajjal vagy mézzel volt gyúrva, akkor az a tészta már nem alkalmas arra, hogy abból a szegénység kenyerét, a macest, a pászkát csináljuk, tehát az ízesített pászka az nem a szegénység kenyere, és ezért azzal nem tudom teljesíteni a micvát. Tehát akkor Rabbi Akiva szerint a lechem oini, a szegénység kenyere, az nem azért szegénység kenyere, mert a szegénység szó oini az ugyanaz a szó, mint a gyász szó, és itt a szegénység és a gyász között van egy párhuzam, nem? Szerint a szegénység kenyér az tényleg azt jelenti, hogy egy szerény kenyér, egy olyan kenyér, egy szegényes, szerény kenyér, amit a szegény ember enne. Az ízesített kenyér az nem ilyen, tehát az ízesített macesznek a kizárása az, ami ebben a kifejezésben benne van, és nem pedig az, hogy olyan kenyér kell, hogy legyen, amit gyász alatt is megennénk. Mi az oka annak, hogy Rabbi Akiva ebbe az irányba viszi el a lechem oini kifejezésnek a magyarázatát? My time, Rabbi Akiva, mixiv lechem oini, oinixiv. Rabbi Akiva azt mondja, hogy eleve nem jó ez a párhuzam az oini és oini között, a szegénység és a gyász között, mert ez csak akkor stimmelne, most sajnos nincs egy tábla nálam, de aki tud héberül, az el tudja képzelni a helyesírási szabályokat, ugye az o, a hajlam magánhangzót, azt bele is lehet írni a szövegbe, meg lehet pontozással is csak jelölni. Most ugye eleve a mi esetünkben a szegénység oini szó, az hajlam nélkül van írva, tehát csak egy pontozással van, és nincs beleírva az o a szövegbe. És ezért eleve nem jön ki a párhuzam az oinival, ami a gyászt jelenti, amiben viszont benne van a hajlam ó.
Így aztán ez a párhuzam eleve nem jön létre a kivel szerint, és előre elmegy az egyszerű irányba, és azt mondja, hogy lechem olyni, az azt jelenti, hogy szegénység kenyere, tehát olyan kenyere, ami nincs ízesítve. De ugye a gőszi a glili, mikarinan, anni, olyni karinan? De ugye a glili azt mondja, hogy ez nem érdekes, az, hogy nincsen így írva, az nem érdekes, mert nem az a érdekes, hogy hogy van írva, hanem az érdekes, hogy hogy olvassuk, hogy hogy hangzik a szó, és a két szónak a hangzása az ugyanolyan, és ezért lehet ezt a párhuzamot a szegénység és a gyász között meghozni. Mit mond el Rabbi Akiva? Arra, hogy úgy hangzik, hogy olyni, olyni, ami szegénység, Rabbi Akiva a hangzását a szónak egy másik szóval köti össze. Rabbi Akiva hajdek rinnenbe olyni, de smol, de amár smol lechem olyni, lechem se olyni alav darim hárbe. Rabbi Akiva szerint az olyni, az itt nem a szegénység és a gyász két szava, hanem a szegénység és a válasz. Héberül oinin, az válaszolni, válaszolnak. Milyen kenyér a szegénység kenyere, a macesz, olyan kenyér, amire sokat válaszolnak. Mit jelent, hogy sokat válaszolnak? Hogy mindenféle szövegeket kántálnak fölötte. Ugye? Hiszen az a macesz, amit megeszünk a szédre este, az egy olyan macesz, ami fölött hosszasan olvasunk mindenféle szövegeket, ugye a széder estének, a Hagadának a szövegét. Oké. Most itt látom, hogy többen írják, hogy hát akkor ezek szerint az ízesített macesz nem kóser. Tamás írja, hogy ehhez képest csokis maceszt is lehet venni a Dohány utcában. Mária azt írja, hogy többféle ízűt is vettem ott pár éve, lehet, hogy ezek Pészákra mégsem alkalmasak. Először is valóban óvatosnak kell lenni, mert nem minden macesz, ami macesz, az Pészakra kóser macesz. Van olyan macesz, ami macesz, de nem kovásztalan, hanem kovászos macesz. Ha nem figyelünk oda, és nincs egy különleges hasgaha, egy felügyelet arra, hogy nehogy megkeljen a tészta, akkor az lehet, hogy úgy néz ki, mint a macesz, de az egy kelt tésztájú macesz, tehát az pontosan olyan, mint hogyha kenyeret ennék. De a kóser, Pészakra kóser macesok között is lehetséges, hogy van ízesített macesz, mert nem azt mondjuk itt, hogy nem kóser az ízesített macesz, szó nincs erről. Sőt, látni fogjuk, hogy bizonyos szempontból még lehet, hogy kóserebb, mint a vízzel készült macesz. Hanem azt mondjuk, hogy az ízesített macesz nem alkalmas arra, hogy a micvát teljesítsük az első este. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a maceszevés, az kétféle maceszevés van. Van ez a maceszevés, amikor Pészakkor azért teszek maceszt, mert nem ehetek kovászos kenyeret. Azért eszek kovásztan kenyeret, mert nem ehetek kovászos kenyeret. Ha nem akarok enni kenyeret egyáltalán, akkor nem eszek ezt se, azt se. De van egy maceszevés, ami a Pészak első estjének a maceszevése, amit mindenképp kell ennem, mert micva enni maceszt, és az a kérdés, hogy ezt a micvát milyen macesszel tudom teljesíteni. És itt azt mondja, hogy a kiva, hogy olyan macesszel, ami borral, vagy olajjal, vagy mézzel készül, azzal nem tudom teljesíteni ezt a micvát, mert az már nem a szegénység kenyere, az egy ízesített, finom kenyér, és itt van egy jelentősége annak, hogy a szegénység ízét érezzük, amikor a maceszt esszük. Szabá Rabbi Akiva, iszösinul is, ebbi jájmed vás, loj. Akkor ezek szerint Rabbi Akiva azon az állásponton van, hogy az a tészta, ami borral, olajjal vagy mézzel készült, az azzal lett meggyúrva, az a tészta már nem alkalmas arra, hogy kovásztalan kenyeret, kovásztalan kenyérként tegyük. Most a probléma az, hogy látjuk azt, hogy itt nem minden vélemény pont ezen az állásponton van, hogy ezt egy kicsit jobban megnézni, hogy akkor tényleg mi a helyzet ezekkel a maceszekkel. Ha tánya, én lassin iszabe peszákbe jájjme semmond vás, mi im lass, rabengem léleimbe, tiszalef miád, ha hamim öimrim te achen. Van egy brájta, ami a következőt mondja, nem szabad a maceszt Pészakkor borral, olajjal vagy mézzel készíteni, és ha mégis ezzel készítettük, rabengem léle szerint rögtön el kell égetnünk. A bölcsek azt mondják, hogy meg lehet enni. Mivel indulunk itt ki? Ugye az derül ki ebből a brájtából, ugye tegnapi pont fordítva mondtuk, de ez ne zavarjon most meg minket, a két álláspontot össze fogjuk hozni az óra végére, ugye a siúr végére. De itt úgy tűnik,
Ugye ez szerint a az a kérdés, hogy ha a liszt az nem vízzel érintkezik, hanem más nedvességgel, ez esetben mondjuk borral, vagy mézzel, vagy olajjal, akkor meg kell-e a liszt vagy sem? Meg kell-e az a tészta vagy sem? Most úgy tűnik ebből a brájtából, hogy azon az állásponton voltak, hogy a tészta igenis meg kell, meg tud kelni ezekkel az anyagokkal is, sőt úgy tűnik, hogy még jobban meg kell, mint hogyha vízzel csinálnánk, mert mit mond Rabban Gamliel, hogyha ezzelekkel az anyagokkal, ezekkel a folyadékokkal készítettük a tésztát, akkor azon nyomban el kell égetni a maceszt. Miért? Mert annyira gyorsan kell meg a tészta, hogy itt még csak az a 18 percünk sem áll rendelkezésre, mint ha vízzel készítjük a tésztát, hanem azon nyomban meg kell a tészta, és ezért biztos, hogy ez hamecos lesz ez a macesz, és ezért el kell égetni. Mit mondanak a bölcsek? A bölcsek azt mondják, hogy nem jó, eredendően nem szerencsés ezekkel készíteni a maceszt, mert valóban nagyon gyorsan tud megkelni a tészta, de ha már ezzel készítettük, és úgy tűnt, hogy nem kelt meg a tészta, akkor el lehet fogyasztani. Amarabia kiva, sem poszi, hajszi egyszer, rabbi lezev, rabbi Yeshua, vagy lásti lechem issza, vagy jány, vagy sem minut vás, vagy lejomlő davar. Rabbi kiva ehhez hozzátette, azt mondta, érdekes, hogy ezt mondja a brájta, mert én vendégségben voltam Rabbi Lezernél és Rabbi Yeshuánál egy alkalommal az ünnepre, és készítettem maceszt borral, olajjal és mézzel, és egy szót nem szóltak, nem mondták, hogy ez probléma, nem mondták azt, hogy ezzel nem szerencsés tésztát készítenem Pészákkor, mert ez túl gyorsan fog megkelni a tésztája, semmilyet nem mondtak, hogy bármi probléma lenne. De, azt mondta Rabbi Akiva, áfál pise én lasin, bocsánat, azt mondja, folytatja a brájta, áfál pise én lasin, annak ellenére, hogy az alapálláspont, nem Rabbi Akivának az álláspontja, de az alapálláspont az az, hogy nem szerencsés ezekből készíteni a tésztát magát, az előbb említett oknál fog, mert túl gyorsan kell meg a tészta, és nem biztos, hogy oda tudnánk figyelni, hogy nehogy hamecossá váljon, mielőtt megsütnénk. Ennek ellenére, meg katfimboly, ennek ellenére lehet ezt a tésztát, vagy a magát, a maceszt, be lehet ezekkel kenni. Ugye miről van szó? Arról, hogy amikor már megsült a maceszt, akkor ezek szerint volt itt egy régen egy ilyen szokás, manapság is olyan, hogy a bárhesznek a tetejére tetszünk tojást, gondolom itt is az volt, hogy a megsült maceszt még valamivel bekenték, a félig megsült, vagy már megsült maceszt, bekenték még olajjal, vagy mézzel, és így tovább. Tehát az az álláspont is, aki azt mondja, hogy ezek túl gyorsan válnak, hamecosokká, azok is azt mondják, hogy ha már a sütés végén vagyunk, akkor be lehet kenni a tetejét ezekkel a folyadékokkal, ezekkel az anyagokkal. Asszon letánakámo. Ugye ez az első véleménynek a folytatása. Ugye aki azt mondja, hogy nem szabad ilyen anyagokkal készíteni tésztát, de ha már megsült a macesz, akkor be lehet ezekkel kenni. Vecha hamimaim nim, ez se lassimboj meg kátfin, és se én lassimboj, én meg kátfin. A bölcsek azt mondják, hogy ez nem így van, hogyha nem lehet a tésztát ilyen anyagokkal készíteni, akkor a macesz sem lehet ilyennel bekenni. De savin se, én lassin, ez a iszabe paisin, és azban viszont mindenki egyetért, hogy langyos vízben, vagy langyos vízzel nem szabad csinálni a tésztáját a macesznek. Ugye itt arról volt a vita, hogy lehet-e mézzel, olajjal, borral készíteni a tésztát, és az nem probléma-e, vagy fölmerül-e, hogy esetleg gyorsabban kell meg a tészta, mint hogyha vízzel készítenénk. És akkor itt ugye volt a két vélemény, az első vélemény, és Rabbi Akivának a véleménye. De abban mindenki egyetért, hogy a langyos víz, a langyos vízzel készült tészta, az sokkal hamarabb kell meg, mint a hideg vízzel készült tészta.
nem tudom, itt vannak-e közöttünk háziasszonyok, akik nálam kicsit gyakorlottabbak a kenyér vagy kalács készítés dolgában, és meg tudják ezt erősíteni, hogyha nem hideg vízzel készítjük a macesz, vagy a kenyérnek a tésztáját, akkor gyorsabban kell meg a tészta. Kérem, hogy erősítsétek meg, hogy mi a tapasztalatotok. Mindenesetre manapság valóban az a halaká, hogy a maceszt, amikor készítjük, pontosan emiatt mindig hideg vízzel kell készíteni, hogy, és nem langyos vagy meleg vízzel, hogy ne keljen meg gyorsabban a tészta, mint ahogy azt mi számolnánk. Most, bárhogy is legyen, mit látunk ebből? Azt látjuk, hogy Rabbi Akiva azon az állásponton volt, hogy lehet készíteni ilyen maceszt, lehet készíteni maceszt borral, vagy olajjal, vagy mézzel, és nincs ezzel semmi probléma, hiszen ezt mondta, hogy amikor Rabbi Suánál és Rabbi Lezernél volt vendégségben, akkor gond nélkül engedték, hogy csináljon ilyen ízesített maceszt. Az előbb pedig azt mondanultuk, hogy azt mondta Rabbi Akiva, hogy az ízesített macesszel nem lehet teljesíteni a macesznek a micváját a széder este. Akkor most melyik az igaz? Mi erre a nagyon egyszerű válasz? Mi már az előbb ezt mondtuk. Ugye amikor Tamás felvetette, hogy a Dohány utcában lehetett venni csokis maceszt. Lőj kássér, ha bejöjjön töv rissaj, ha bejöjjön töv séni. Rabbi Akiva miről beszélt, amikor azt mondta, hogy nem lehet az ízesített macesszel teljesíteni a micvát az ünnep elején, Biyom Tov Rishon, az első napjaiban az ünnepnek, amikor micva macest enni, azt mondta Rabbi Akiva, hogy akkor nem lehet ízesített macesszel teljesíteni ezt a micvát. Miről szólt az a történet, amikor azt mondta, hogy Rabbi Lezer és Rabbi Yeshua nem emelték fel a hangjukat azzal szemben, hogy ő ízesített macest készít? Ez már nem az ünnep elején, az ünnep első napján, amikor kötelesség macesz tenni volt, hanem az ünnep végén, az ünnep utolsó napjain, amikor ott vendégeskedett náluk, és csak a fogyasztás céljából, és nem micva céljából készítette a maceszt, és a macesz, ilyen macesz az kóser, csak nem lehet vele a micvát teljesíteni. Miért nem? Mert amikor a micvát akarjuk teljesíteni, akkor olyan macesz kell, hogy legyen, ami lechem oini, ami a szegénység kenyere, és az ízesített macesz az nem a szegénység kenyere, az egy delikátesz, nem a szegényeknek az élelme. Tehát amire mi Shua ben Lévi lövnéi, ahogy látjuk, hogy Shua ben Lévi mondta a fiainak, jaj, ma kámmal lojta lusin libe hálva. Az első napokon, az ünnep első napján ne készítsetek maceszt tejjel. Mi kámbe élek lusin libe hálva. Innentől fogva, amikor már az ünnepnek a másik napjain vagyunk, már lehet készíteni tejjel. Miért? Mert a tej is ugyanilyen ízesítés, amivel készült macesz, nem nevezhető lechem oininak, a szegénység kenyerének, és ha az első napokon azzal készítenénk a maceszt, akkor az nem számítana szegénység kenyerének, és nem tudnánk, nem lehetne azzal a micvát teljesíteni. Viszont az ünnep második felében, amikor már nem kötelesség macesztani, csak az a kötelesség, hogy ne együnk kovászos kenyeret, akkor a tejjel készült tejjel gyúrt tészta is megfelel. Most ugye itt fölmerül egy kérdés ezzel a kis anekdotával kapcsolatban, ami egy másik szempontból, hogy hogyan mondhatta azt, hogy Shua ben Lévi a fiainak, hogy készítsenek egyáltalán bármikor tejjel készített kenyeret, kovásztól, vagy kovászol, mindegy, de bármilyen kenyeret, hiszen tanultuk egy pár, talán egy hét, másfél héttel ezelőtt, hogy én lassin esze iszabe halav, hogy semmilyen kenyeret nem szabad készíteni tejjel. Miért? Vim laskola pász a szóra, ha viszont, és ha valaki mégis teljes kenyeret készít, akkor az tilos megenni. Mi pné hergel a vére, nehogy belecsúszunk egy bűnbe. Milyen bűnbe csúszhatunk bele? Hogyha teljes kenyeret készítünk, és valaki nem tudja, hogy ez a kenyér tejjel készült, és hússal fogja enni a kenyeret, akkor ott megszegi a teljes és a húsosnak a keverésének a tilalmát. És ezért van egy előírás, hogy nem szabad teljes kenyeret készíteni. Nos, akkor hogyan mondhatta azt, hogy az ünnep másik napján készíthettek teljes maceszt? Ez ugyanolyan kenyér. Mi van, ha hússal fogják enni? Akik amárjai mekama lejtelusili bedvasa, mikáma elejtelusili bedvasa. Az első válasz az, hogy rosszul volt fejlézve ez a történet, és hogy nem a tejről beszélt, hanem a mézről beszélt, és azt mondta, az első napon ne készítsetek nekem mézes maceszt, mert azzal nem tudjuk teljesíteni a macesz evés kötelességét. Viszont a későbbi napokon készíthettek mézes maceszt is, mert
ott már nem gond, hogyha ízesítve van macesz, mert nem kötelesség, hogy lechem olyni, hogy szegénység kenyere legyen. Ez az első válasz. A második válasz, ibai széma, leajlam ve hallava, kedamera vina, keintúra, sari, ha hennámle keintúra. Azt mondja, lehet, hogy mégiscsak a másik válasz szerint, hogy jó volt a feljegyzés az anekdotának, és tejjel készült maceszről van szó, és Ravina álláspontját követjük, aki azt mondta, hogy kein tura sari, hogy amikor ilyen kis kekszekről van szó, ami akkora, mint a marhaszem. Ma voltunk a gyerekekkel itt a környéken, van egy ilyen látványosság, aminek az a neve, nem tudom, hogy jártatok már itt Sárospatak mellett, tengerszem. Ugye egy kis ilyen bányató a hegy közepén, nagyon szép. De itt nem a tengerszemről van szó, hanem marhaszemről. Volt egy keksz, egy kis keksz, amit úgy hívtak, hogy marhaszem. Most ugye a kis keksz, az készíthető tejjel. Miért? Mert az biztos nem fogják hússal lenni. Ugye vannak olyan péksütemények, amik mindig, amit általában valamivel együtt eszünk. Mondjuk a manapság a kenyér, vagy a pita, vagy a lafa. Azok mindig egy kiegészítők az étkezéshez. És van olyan péksütemény, ami manapság megfelelője a keksz, az Oreo, látom, hogy itt a Kata az Oreót dicséri, az egy keksz, amit önmagában eszünk. Most egy keksz, az lehet teljes, mert azt nem esszük hússal együtt. És itt is lehet, hogy erről van szó, olyan keksz-maceszekről beszélt, amit biztos nem fognak hússal együtt enni. Ne felejtsétek el, amit már többször beszéltünk, hogy itt régen a macesz, az teljesen ugyanúgy nézett ki, mint a kenyér. A kenyér is a macesz ugyanúgy nézett ki, mint egy pita. És azt az ünnep alatt készítették, és ugye volt az alappita, ami a kenyér, amit a hús mellé, az étkezés mellé jártak, és voltak ezek az apró mai keksznek megfelelő péksütemények. És azt lehet tejjel készíteni. Oké. Okay. Mi volt a brájtának a vége? Látom, hogy már a Kata jóvá hagyta és írta, hogy valóban a langyos meleg víz az gyorsabban megkeleti a tésztát. Ugye ezt mondták itt a brájta végén, mert savin se én lassin, ezt a iszave paisin, mindenki egyetért abban, hogy a tészta, ami langyos vízzel készül, az sokkal gyorsabban kell meg a tésztája, és ezért az abból készült kenyér, az nem tekinthető kovásztalannak, mert biztos, hogy nagyon gyorsan fog megkelni, és nem tudunk rá eléggé figyelni, hogy kovásztalan kenyér legyen. A kérdés az az, hogy akkor ezek szerint a pészachi kovásztalan kenyeret nem lehet langyos vízzel készíteni. Viszont látjuk azt, hogy volt más olyan szituáció is, ahol előírás volt a kovásztalan kenyér. Így például a szentélyben voltak olyan áldozatok, erről már többször beszéltünk, például a todá áldozat, a hálaadó áldozat, ami mellé kísérőként kellett hozni mindenféle kenyereket, többek közt kovásztalan kenyeret is. Most az áldozati kovásztalan kenyereknél nincs olyan tilalom, hogy azt ne lehetne langyos vízzel készíteni. Akkor mi az oka annak, hogy a maceszt nem lehet langyos, a pészachi maceszt nem lehet langyos vízzel készíteni, az áldozati kovásztalan kenyeret lehet langyos vízzel készíteni. Más nem, mert nachezdet nánkal, mert nachezni lassin, mert paisin, be paisrin se lojach micu. Azt tanultuk egy misnában, a menachotban, hogy az összes áldozati kenyeret, ami kovásztalan, azt is lehet langyos vízzel készíteni. Az egyetlen dolog, hogy ügyelni kell, hogy ne keljen meg. Itt, hogy értsük, hogy mit jelent az, hogy ügyelni kell. Itt még egy, a macesz készítés, még egy kulisszatitkát, akkor most felfedjük a kedves tanulótársak előtt. Jelesül azt, hogy a rabbik úgy határozták meg, hogy ugye mindig szoktunk a 18 percről beszélni, hogy a tészta nem szabad, hogy 18 percnél tovább álljon, mielőtt a sütőbe betesszük, mert 18 perc az, amitől meg kell a tészta. De ez a 18 perc az akkor igaz, hogyha nem gyúrjuk a tésztát. De abban a percben, hogy elengedtem a tésztát, a kezem nem gyúrja, akkor 18 perc kell ahhoz, hogy úgy megkeljen, hogy azt kovászosnak tekintsem. De mindaddig, amíg gyúrom a tésztát, a tészta nem, nincs olyan nyugalmi állapotban, hogy meg tudjon kelni. Mi a probléma azzal, hogyha langyos vízzel csinálom?
hogy a langyos víznél kevesebb, mint 18 perc is elég lenne ahhoz, hogy megkeljen a tészta. Tehát, hogy csak magára az, hogy egy percre a tésztát, lehet, hogy már az alatt meg tud kelni. Most, itt ugye mit tanulunk, hogy mivel a pászkánál, mit tanultunk a pászkánál, azt a pészachi macesznél, hogy nem lehet langyos vízzel készíteni, nehogy figyelmetlenségből esetleg nem figyelünk oda, és elengedjük a tésztát, és nagyon gyorsan meg kell. A másik oldalról viszont, mint látunk, hogy az áldozathoz használt kovásztalan kenyér, azt lehet langyos vízzel készíteni. A lényeg az, hogy ügyeljünk rá, hogy ne engedjük el, nehogy kovászossá váljon. Most mi a különbség a kettő között? Má imam rubez rizin, jaim rubez ein rizin? Azt mondja, Talmud egy egyszerű válasz, egy lehetséges válasz, hogy akik az áldozati kovásztalan kenyeret csinálják, azok zrizin, azok ez a, azok vallásos, nem csak vallásos jámbor emberek, ez a szakmájuk, kohaniták, papok, biztos oda fognak rá figyelni, és bízhatunk benne, hogy oda fognak rá figyelni, hogy a tészta ne keljen meg. Viszont a pészachi macest, a pészachi pászkát, azt mindenki csinálja, az átlag emberek is csinálják, különösen ugye manapság kevésbé, mert manapság ugye, ahogy már többször eszünk, előre készítik a macesz Pészach előtt, és ember bemegy a boltba és vesz maceszt. De régen az emberek otthon sütötték a maceszt, ahogy otthon sütötték a kenyeret, otthon sütötték a maceszt. Most ebben az otthoni készítésben nem bízhatunk abban, hogy oda fognak figyelni. A szentélyben bízhatunk benne, hogy oda figyelnek arra, hogy nehogy eleresszék a tésztát, és meg kelljen a keleténél gyorsabban. De otthon az egyes, össznép számára nem lehet ebben bízni. Azt mondja, a Talmudi hachi miltas nami lassis, ha pedig így van, hogyha ez tényleg így van, akkor mi az oka annak, hogy van viszont egy tilalom, hogy nem szabad az árpát beáztatnia a kohanitáknak, mielőtt nem is az árpát, a búzát, mielőtt abból tésztát csinálnának. Ha jól értem, nem csak az agrárium sajnos nem az erős oldalam, de a sütés-főzés sem, de ha jól értem, akkor ezt valahogy úgy csinálták, úgy lenne előnyös csinálni, hogy a búzát beáztatják, akkor a pejva elválik a búzaszemektől, a víztől, leöntik a vizet a pejvával, azt megörlik a búzát, ebből lesz a liszt, és ebből csinálják a tésztát. Most a probléma az, hogyha beáztatjuk a búzát, és a keletén hosszabb ideig áztatjuk, akkor megint csak meg kell, hiszen ezt tanultuk, hogy nem csak a tészta tud megkelni, a búza szem is meg tud kelni, tud hamecé válni. És mit tanultunk, hogy a szentélyben, ezeknél a kenyereknél, amik kovásztalan kenyerekkel, hogy legyenek tilos beáztatni a búzát, hogy a pejva elváljon a búza szemtől. Ha az előbb azt mondtuk, hogy a kohaniták, a papok, azok zrizim, azok nagyon vallásosak, és ügyelnek arra, hogy nehogy beálljon a hamec, akkor miért ne lehetne, hogy megengedjük nekik, hogy beáztassák a búzát, ott is ügyelnének. Azt mondja a Talmud, Amarab zeira, amarab abarab mire, amarab smuel chitinsan nachz, én lajtasi naisan, és mégis azt tanultuk, hogy nem szabad, hogy beáztassák a búzát a vízbe, és azt hogy elváljon a pejvá a búzától, és ebből készítsék a tésztát, mert félünk attól, hogy hamecé fog válni, az előbb azt mondtad, hogy a kohaniták nagyon ügyelnek, és velük ez nem fordulhat elő. Azt mondja, a Talmud lisa bezrizinisza, le tisza lisa bezrizinisza. Azt mondja, a Talmud igen, erre nehezebb figyelni. És ezért a gyúrásnál megbízunk bennük, amikor a tésztát gyúrni kell, akkor inkább megbízunk bennük, hogy tudnak figyelni rá, hogy nehogy hamecé váljon, nem így a búza beáztatásának. Ben lisa mi isza bezrizin, vahag szívi, jatszak ele a semmen, vehi via, kajjén, bené áronak, hogy hánni, be kamác, mik moce. Bocsánat, hülyeséget mondtam újra. Rosszul fordítottam a választ. Nem arról van szó, hogy nem bízunk meg bennük, hanem arról van szó, hogy a kenyérnek a tésztájának a gyúrását azt tényleg a kohaniták csinálták. És a kohaniták kellően vallásosak és figyelmesek voltak, és ügyeltek erre, hogy ne
ne váljon a tészta hametszé. Viszont a egyfázissal korábbi fázist, amikor a búzát beáztatták, azt még nem a kohaniták csinálták, hanem azt is az egyszerű emberek, az áldozathozó. És ezért nem nincs ez megengedve. Azt, hogy a Talmud, azt mondod, hogy a tésztát azt a kohaniták gyúrták, ez se igaz. De nisa mi isza vezészén, ve haxi vi acaka le a semmi vialakajén, ve kamác mik mitzeve eilech mitzuszka huna, limedálja cikó blilasek sérebe haladam. Azt tanultuk a misnában, hogy a tészta gyúrása az még nem a kohanitának a kötelessége, hanem ezt bárki csinálhatja, hiszen a Tóra azt mondja Mózes 3. könyvének 20-as fejezetének, nem bocsánat, másik fejezetének első mondatában, hogy oda kell hozza a lisztáldozatot a kenyérrel a kohénnak, és a kohén onnan leveszi a kmicát, a kmicáról beszéltünk, az a kísérője az áldozatnak, amikor így belenyúlik a kohén a lisztbe, és így csinál, és rászólja az oltára a lisztet. Ez már a kohénnak a feladata, de a kenyérnek a gyúrása és a sütése az még nem. Akkor eleve az egész építmény, amit eddig fölépítettünk, hogy azért van megengedve, hogy az áldozati kenyérnél használják a langyos vizet, mert azt a kohaniták csinálják, és a kohanit oda fog figyelni, hogy hiába a langyos víznél hamarabb, a langyos vízzel készült tészta hamarabb kell meg, itt mégse fogja hagyni, hogy megkeljen a tészta, stb. Ez az egész, ez nem állja meg a helyét? Ez nem igaz? Azt mondja, Talmud, Lisa, Niha, de bezizén lésza, bemkeim, bezizén isza. De amár blilak sére bezar, chucza, hajmesz, a szorapszula. Azt mondja, Talmud, nagyon egyszerű a válasz. Igaz, hogy az áldozati kenyereknek a tésztáját az bárki meggyúrhatta, ugyanúgy, mint ahogy a gabona beáztatás bárki csinálhatta volna, de a szentélyben kellett csinálni. Nem a szentélyen kívül. Ha a szentélyen kívül csinálták, az már nem kóser. Most, hogyha ez így van, akkor ugyanez a hely, akkor legalább ott van a kohanita, és látja, ahogy gyúrja a tésztát, és a kohanita lehet, hogy nem ő csinálja a tésztát, de látja, és azért tudja a figyelmeztet, olyan, mint egy masgiach, aki felügyeli a dolgot, és ő fogja szólni neki, hogy nehogy hametszé váljon. Umájsna mi minchasza öjmer, de tányi minchasza öjmer, lejtszön össze, vagy cajvrina isza. Cibursájni, azt mondja talán, hogy mi az oka annak, hogy ha már erről van szó, hogy a tisza, tehát a búzának a beáztatása, az tilos a magán áldozatok esetén. De az ómer áldozatnál, ugye a kév áldozatnál, amit az új termésből hoztak Pészach után, ott megengedett. Azt mondja, Talmud azért, mert ott, amikor cibur egy közösségi áldozatról van szó, akkor nagyon sokan fókuszálnak, nagyon sokan figyelnek, és odafigyelnének, hogy ne váljon hametszé, és ezért van megengedve. Oké, akkor összességében most tartunk a Lamed Vav, a 36-os lap A oldalának az alján. Azt tudjuk mondani, hogy langyos vízzel készült macesz, az nem jó, mert a langyos vízzel sokkal hamarabb kell meg a tészta, és nem biztos, hogy oda tudnánk rá figyelni, és kellően figyelmesek lennénk, és ezért nem lehet a langyos vizet használni. Tanurában a nyakal jöjtse, adam jöjtse ideig, hogy vasszai bebi kurim, talmud leimár bechalm és vej széchem, tőjhú mácez, mácehan nechelez bechalm és vej széchem, jöjtse bi kurim. Van egy micva, hogy az első termésből föl kellett vinni az első termésből föl kellett vinni egy bikurim, a zsengék áldozatát a szentélybe. Ugye ez az első termés az arra vonatkozik, hogy a 7 gyümölcsből, vagy a 7 különleges terményből, amellyel Izrael, a Szentföld meg lett áldva, az első termést föl kellett vinni. Ugye mi volt ez az a hétféle szent gyümölcs? Ez ugye hitaszaira, ez ugye a búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma, oliva és datoja. Ugye ezeknek az első termését föl kellett vinni Jeruzsálembe, és ott kellett
bemutatni, és meg kellett köszönni Istennek a termésre adott áldását, és a Szentföldre adott áldását, és itt. És a kérdés az, hogy az ebből készült maceszt, azt lehet-e maceszként használni? Megint csak egy újabb kérdés, az elbeszéltünk a mászersényéről, a második tizedről, és beszélünk a bikurimról, hogy a bikurimból készült, a zsengék áldozatából készült maceszt, azt lehet-e maceszként használni? A bikurimot utána megette az ember. Ugye, fölvitte egy kosárba, és a szentélybe, és ott elmondta ezt a különleges szöveget, hogy megtalálunk Mózes 5. könyvében, és utána megehette, hogy meg lehetett enni. Hol kellett megenni? Jeruzsálemben. Kérdés az az, hogy akkor, ha ő ezt úgy eszi meg, hogy ebből készít maceszt Pészachra, akkor az megfelele, és elfogadjuk-e? Azt mondja, a Talmud nem. Miért? Rabbi Jöjszeg Lili azt mondja, hogy azért nem, mert mit mond a Tóra? Minden lakhelyeteken egyétek a pászkát. Ugye a széder este minden lakhelyeteken egyetek pászkát. Akkor olyan pászkát nem lehet pászkaként enni, amit csak Jeruzsálemben lehetne elfogyasztani. De tekintettel arra, hogy a bikurimot, a zsengék áldozatát csak Jeruzsálemben lehetne elfogyasztani, ezért ez nem megfelelő a macesz micvájának a teljesítésére. Ez Rabbi Yossi Aglininek a véleménye. Megint csak Rabbi Akiva vitatkozik vele. Ő is egyetért, hogy nem lehet a bikurimot, a zsengék áldozatát maceszként enni, de ő egy egészen más következtetési móddal, vagy referenciával támasztja alá ezt a törvényt. Rabbi Akiva, hogy mert Matzah Maror. A macesz, a pászka és a torma, amit ugye együtt kell fogyasztani a széder este, ezek párhuzamban vannak. Má marö se énoj bikurim, áf marö, áf mátsza se énoj bikurim. Ugyanúgy a torma, az nem tud bikurim lenni, az nem lehet a zsengék áldozatában. Miért nem lehet? Mert a torma az se nem szőlő, se nem füge, se nem datolya, se nem oliva, se nem búza, se nem árpa. Akkor ha az nem lehet bikurimból, a zsengénkből, akkor a macesz se lehet zsengénkből. Im marö se én be minai bikurim, áf máca se én a, se én be minami bikurim. Gajci hitin össze ajrin, si jés be minam bikurim. Azt mondja, na jó, de hát akkor esetleg ezt tovább lehetne ezt a párzomat vinni, és azt lehetne mondani, hogy akkor viszont mondjuk azt is, hogy olyan típusból, amiből lehetne bikurim, olyanból ne is lehessen maceszt készíteni, tehát akkor az ötféle gabonából a zab, a rozs, a tönköly, a búza és az árpa, a búzát és az árpát vegyük ki, mert ez a kettő, ez része annak a hét termésnek, amiben Izrael meg lett áldva, és amiben a bikurimot lehet hozni. Azt mondja, Talmud nem ezt nem mondjuk. Talmud nagyon van maceszt. Maceszt riba, ezért van az, hogy többször van írva az a szó, hogy maceszt, hogy ezek benne foglaltassanak. Azt mondja, Talmud, im maceszt, maceszt riba, a filu bikurim, ami akkor mondjuk azt, hogy akkor lehessen bikurim is, a zsengék áldozatában is lehessen maceszt készíteni. Hadebére be Kiva, akkor végül is azt mondja, Talmud, Rabbi Akiva visszalépett, és tényleg ő is elfogadta Rabbi Yossi Aglili álláspontját, és nem a torma párhuzamból következteti ki, hogy nem lehet a zsengék áldozatából maceszt készíteni, hanem elfogadja azt, hogy azért, mert az van írva a Tórában, hogy minden lakhelyeteken egyetek maceszt, tehát az, amit nem lehet minden lakhelyünkön enni, csak Jeruzsálemben, azt nem lehet macesznek használni. De tányi jachal, jace adam, jéce adam, jéhaj vasszai, mikorim, ahogy tanultuk egy brájtában, hogy ugyanezt a témát feldolgozza a brájta, és azt mondja, lehet-e, kérdezi a brájta, bikurimot, a zsengék áldozatát használni a macesz gyanánt Pészachkor. Támad nagyon ebben halmös, hogy székem tőkül a macesz. Mácané hellezben is vaj, és egyszerűen bikurim, és énnek halmös, és egyszerűen a lájm. Azt mondja, Talmud, ugye, ahogy az előbb is mondtuk, hogy miért mondja azt, hogy minden lakhelyeteken egyetek pásztát, az kászkát, mert csak azt lehet pászkaként enni, amit minden lakhelyünkön ehetnénk, tehát akkor kivesszük ebből a bikurim, a zsengék áldozatát, amit csak Jeruzsálemben lehet elfogadni, jachal sani, möjci, áfmájsz a sénytem, lény, mácesz, mácesz, riba,
akkor esetleg lehet-e a Mászer Sénit is ugyanebben a kategóriában van és kivonni, és azt mondja, a Mászer Sénit is csak Jeruzsálemben lehet elfogyasztani, és akkor az se lenne alkalmas a Mászerszként. Azt mondja, Talmud Lemi Mászersz Riba, hogy ezért van többször vagy pászka, ilyen pászka és olyan pászka is, és ezért a Mászer Sénit is ebben benne foglaltatik. Umára Isza le Abbeis Mászer Sénit le Hojci Bikurim, akkor mi az oka annak, hogy a kettő ugyanaz, az a Bikurimot is Jeruzsálemben lehet elfogadni, a Mászer Sénit is csak a Jeruzsálemben lehet elfogyasztani, és a Bikurimot kizárod, a Mászer Sénit pedig azt mondja, hogy az marad, az lehet, mert azon írva, hogy Mászersz, többször van ismételve a pászka. Márbeni Mászer Sénit sem is lehet ebbe halsvér, de Rebbi Lazar, Mojcani Bikurim, és én nem lehet ebbe halmai, és az Amrebbi Lazar, azt mondja, hogy egyszerűen, mert Mászer Sénit lehetne enni minden lakhelyen. Hogyha kiváltanám, ha átváltanám pénzre, akkor azt a terményt el lehetne fogyasztani Netanyán vagy Bersevában is. A Bikurim a zsengét nem lehet átváltani. De Tanya, az Amrebbi Lazar, ami nálam Mászer Sénit sem nyit, most a Pajdi Nagyszer a Filibus a Láin, ahogy Rebbi Lazar tanította, hogy a Mászer Sénit azt ki lehet váltani még Jeruzsálemben is, hogyha tisztátalanná vált. Talmud Lai Márki, Lai Szucha, Szészer, én Szészer, a Hínos, nem a Vészer, a Szajsz. Más a Mátalé, de Amr Mászer Sénit, Nafik Bey. Oké. És mindesetre akkor mit látunk, hogy a Mászer Sénit ki lehetne váltani akkor, hogyha ha tisztátalanná vált volna. Még Jeruzsálemben is, tehát akkor át lehetne váltani, az azt jelenti, hogy el lehetne bárhol fogyasztani, ezért a Mászer Séni az megfelel a macesznek. Most, hogy az előbb már volt egy vita erre, hogy a Mászer Séni elfogadott, vagy sem. Ki volt az, aki azt mondta, hogy a Mászer Séni elfogadott? Rabbi Akiva? Rabbi Akiva volt az, vagy a Májt Leib, vagy a Kurim, vagy a Halvis, vagy a Spányvina Adarbe, és hogyha ő ugyanez a Tane, Rabbi Akiva azt mondja, hogy a Bikurimot viszont nem lehet enni, és miért nem lehet enni? Azért, mert az van írva, hogy minden lakhelyeteken ennetek kell. A macesz csak olyan maceszt ehettek, amit minden lakhelyen ehettek, tehát ki van zárva a zsengeik. Itt látunk, hogy Rabbi Akiva is elfogadta ezt a referenciát, amit eredetileg Rabbi Yossi Aklilai mondott, és ő is erre hivatkozva mondja azt, hogy a Bikurimot nem lehet a zsengeik ázatot nem lehet maceszként használni. Oké. Most akkor mit látunk? Rabbi Yossi Aglili mire hivatkozva zárta ki Bikurim, a zsengék áldozatából készült maceszt, és mondta azt, hogy azzal már nem teljesítjük a pászka evésének a kötelezettségét, mert ugye azt mondta, hogy az van írva a Tórában, de holmu is, hogy széchem tőjhlu macesz, minden lakhelyeteken egyétek a pászkát, akkor ide nem tartozik a Bikurim, a zsengék, amelyiket csak Jeruzsálemben lehetne elfogyasztani, és ugye ezt a magyarázatot ugye utána elfogadta Rabbi Akiva is. Tépuk lemi lechem ajni, mi se nechab ajni, az az esény nechab eszimcha. Miért nem mondja, Rabbi Yossi Aglili miért erre hivatkozik, amikor elővehetnénk egy másik hivatkozást, amivel már foglalkoztunk körülbelül egy 3 órával ezelőtt, hogy ugye mi van írva, hogy a pászka az a szegénység kenyere. A szegénység szó és a gyász szó az ugyanaz. Akkor csak olyan kenyér lehet a szegénység kenyere, amit gyászban is lehet enni. A Bikurimot, a zsengék áldozatát nem lehetne gyász alatt enni. Akkor ki van zárva? Nagyon jó lenne, ezt is mondhatná. Szavallékre mi Simon, de tánja Bikurim a szurin le ajnén, Rabbi Simon Mátér azt mondja, hogy egyszerűen Rabbi Yossi Aglili Simon véleménye volt, aki azt mondta az általános véleménnyel szemben, hogy a Bikurim zsengék áldozatát lehet, igenis lehet gyász alatt tenni, tehát ez nem lenne egy jó referencia, és ezért kellett a Beholmo is, vagy Szécha, minden lakhelyeteken egyetek macesz referenciát használni. Menjünk tovább. My time de Rabbanon. Tényleg mi az oka annak, hogy nem lehet a Bikurimot, a zsengék áldozatát gyász alatt fogyasztani. Eddig szín, lai szúkál lehal, misa lehal, van már trumász jatha, élu bikurim. Ugye az van írva, hogy nem eheted a saját lakhelyededen a tizedet, és trumász jatha, és a kezed adományát. Mi az a kezed adományát? Ugye az nem lehet a truma, amit a kohánynak adok. Ugye a tizededet az a második tized, amit fel kell vinni Jeruzsálembe, azt nem eheted a lakhelyeden. De mi az a truma, amit nem ehetsz a lakhelyeden? Ez nem más, mint a Bikurim. De iszkis Bikurim a Májszer. Máj Májszer a szulajnál, Bikurim a szulajnál. És ebből mondhatjuk, hogy ha egy mondatban van
a második tized, amit fel kell vinni Jeruzsálembe, és a bikurim, akkor ugyanúgy, hogy a második tizedet nem lehet gyász alatt enni, fogyasztani ugyanúgy a bikurimot, a zsengék áldozatát sem lehet gyász alatt enni. Rabbi Simon truma krinon rechmana, két truma, má truma muter lesz lejne, a bikurim muter lejne. Rabbi Simon miért vitatkozik el ezzel? Ugye Rabbi Simon az előbb azt mondta, hogy a bikurimot igenis eheti a gyász alatt az ember. Azt mondja, azért, mert miért nevezi ezt trumának, adománynak, pontosan azért, mert ezzel akarja a truma, a kohanitának adott trumához hasonlítani, amit lehet gyász alatt tenni. Akkor ő azt mondja, hogy innen látjuk, hogy a bikurimot is lehet gyász alatt tenni. Rabbi Simon nehide heskes, hekes lészlé, simcha mia xive behu, di xive szemáhta be halatai. Oké, mondja a Talmud, de mit mond Rabbi Simon arra, hogy a bikurimnál tényleg az van írva, hogy és örvendjél mindannak a jónak, amit az örökkévaló Isten adott. Tehát mikor, hogy kell lehetned a bikurimot? Örömmel. A gyász alatt az ember nem örül, akkor hogy engedheti meg, hogy a gyász alatt egyed a bikurimot? A hulezmán szimchuda asza. Itt nem már szerezve. Áld a hág, mélyvive kajre, mi a hág, vád hánuk a mélyvive éne kajre. Mit jelenti? Az öröm alatt azt mondja, ez nem azt jelenti, hogy nem gyászolsz, hanem azt jelenti, hogy az öröm idején, tehát az öröm ünnepének idején, ahogy tanultuk, hogy mikor hozták a zsengék áldozatát, Sávuot és Szukot között, ha ebben az időszakban hoztad, akkor a zsengét fel a Jeruzsálembe, akkor felhozhattad, és el is mondhattad ezt a szöveget, amit a Tóra mond, hogy el kell mondanod, hogy megköszönöd Istennek, és az az egész, tulajdonképpen az egyik legősibb ima, amit a Tóra a Mózes 5. könyvben elmond ezzel kapcsolatban, mit kell mondani, hálát adni Istennek mindazért a jóért, amit ad neked. Viszont az ünnep után, Hanukáig, hogyha hozod még a zsengék áldozatát, akkor azt felhozhatod, de már olvasni nem olvashatod rá ezt a imát. Oké, okay. Utolsó bekezdés, amit még a mai nap fogunk tanulni. Tanulra banan lehem aini prátle halut velá sisa. Mit jelent még az, hogy a szegénység kenyere? Már bementünk, beszéltünk róla, hogy a szegénység a kenyere az az, hogy ne legyen ízesített. Beszéltünk, hogy a szegénység kenyere az az, hogy nem olyan kenyér, hogy olyan, amit gyász alatt is eltél. Beszéltünk róla, hogy a szegénység kenyere az, amin szegénység az oini oinin, amire ráolvasnak, sok szöveget olvasnak rá, ugye a szédresnek a szöveget. Mit jelent még a szegénység kenyere? Lechem oini prát lechalul, lechalut, velá sisa. Halut az az a liszt, rántott liszt. Van ilyen magyarul? Megfőzik a lisztet, leforrázzák a lisztet, forrázott liszt. És abból készítik a tésztát, és az valahogy egy ilyen dúsabb, jobb kenyér lesz. Megint csak kérem a háziasszonyok segítségem, életemben nem készítettem kenyeret, vagy kalácsot, de a halut az az a kalács, ami az a kenyér, aminek a lisztjét, mielőtt a tésztát megcsinálják, belőle leforrázzák. Jelentsen ez bármit. És ez már egy olyan gazdag tészta, amit már nem lehet szegénység kenyerének nevezni. Ez egyik. Ulás sisa. A másik pedig a nagy kenyér. Ugye ez egy macesz, ez legyen egy kis szerény kenyér, ne egy ilyen hatalmas darab, mert az megint csak a gazdagságot mutatná, tehát a mérete is meghatározó, ne legyen túl nagy, hogy ne gondoljuk azt, hogy itt valami gazdagságról van szó. A macesz még a formájában, a megjelenésében is a szegénység kenyere kell mondani. Jó, hallója, hogy egyszer adom, hogy idején, ha vesz eleve, pászhadra. Akkor esetleg fölmerül, hogy akkor ez a szegénység kenyere azt jelenti, hogy olyan kell, hogy annyira vacak, hogy a pejva még rajta van. Nem tudom, hogy erről volt szó már korábban, egy másik kontextusban, hogy manapság, amit teljes kiörlésű kenyérnek neveznek, az az-e, amiben a teljes kiörlés azt jelenti, hogy a pejva is még rajta van a búza szemén, és úgy örölték meg, és csináltak belőle lisztet. Ezt jelenti? Nem tudom, segítsetek. Mindenképpen, ha ezt jelenti, akkor régen ez a szegénység, ez az igazán rossz minőségű liszt volt, és azt mondja a Talmud, akkor ez azt jelenti, hogy fehér lisztből nem is lehet készíteni maceszt, hanem csak ebből a teljes kiörlésből. Ha ezt jelenti a teljes kiörlésük, az nagyon érdekes, hogy manapság a teljes kiörlésű az a gazdagság jele. Ugye az ilyen egészség frikek szokták ezt enni. És régen ezt a szegények ették. Azt mondja, a Talmud nem. Talmud lejjön, Maces riba, a filóke Maces se slajme,
azt mondja, nem, azért ennyire nem. Miért mondja a Talmud, a Tóra az sokszor, hogy pászka, pászka, mert ezzel azt kell mondani, hogy bármilyen pászka, még ha Salamon pászkája is, tehát annyira értékes, jó minőségű ízben is készült, az is azért az megfelel. Imkém már Talmud leim már lehemajni, akkor viszont mit jelent az, hogy a szegénység kenyere, hogyha ezt lehet, vagy lehet fehér lisztből készült macesz, azt mondja, parátlek halottalány sisra, ahogy az előbb mondtuk, hogy ezzel a forrázott tésztát, vagy a forrázott lisztet, nem tudom, hogy ez tényleg mit jelent, hogy a tésztát forrázzák le, vagy a lisztet. Tudod, például úgy tudom, hogy Amerikában a New York bagel, az egy olyan zsemle, amit úgy csinálnak, hogy miatt a sütőbe meggyűrják a tésztát, és a sütőbe beteszik, tényleg megfőzik a tésztát, és utána teszik be a sütőbe, és ott nagyon különleges íze van. Ezt nem tudom, hogy ezt jelenti, mert azt jelenti, hogy először a lisztet forrázzák le, nem világos nekem. De bárhogy is legyen, azt mondja, a Talmud ezt jelenti a szegénység kenyere. Az, hogy ez ne legyen forrázott tészta, és ne legyen a sisa, ne legyen egy nagy darab kenyér, hogy ez ne tűnjön gazdagságnak. Máj, másmede háj, a sisa lisnedek a sivusza. A sisa, akkor ezek szerint a fontosságot jelenti. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Dich szinvaj chalek le halam en Yisrael, le isvád isa, le is halasz lechem achasz, ve espar echad, ve a sisa achasz. Sámuel könyvben olvassuk, hogy amikor Dávid felhozta a a fridládát Jeruzsálembe, akkor nagy ünnepséget rendezett, és mindenkinek csak osztotta az ételt, nagy ételosztás volt. Mindenféle, Izrael sokasságának osztott, férfinek, nőnek, minden férfi kapott egy nagy kenyeret, és egy espárt, nem tudom, mi az espár őszintén szólva, ja, a Talmud csak tudja, akkor mindjárt ki fog derülni, hogy mi az, egy espárt és egy a sisát. Mi az az espár? Vamerav Hanan, bravo, espár, echod me siso ve por. Mit jelent az, hogy egy olyan nagy húst, ami egy hatoda volt egy marhának. Egy hatod marhát. Szóval mindenkinek osztott egy nagy kenyeret, és egy nagy espárt. Espár az egy hatod marha. És elég nagy, komoly ételosztás folytott. És egy a sisát. Mi az a sisa? Echod me sisa be éfa. Éfa ugye az egy űrmértékegység volt. És ez az űrmérték egység, ez 24 liter lenne átszámítva a mai számmal, és ennek egy hatodából készült, lisztmennyiségből készült kenyér. Ugye az 4 liter lisztből, 4 kiló lisztből készült kenyér, ez elég komoly nagy darab kenyér, tehát ezt mindenki kapott egy hatod marhát és egy 4 kilós kenyeret, és innen jön az a szó, hogy a sisa. A sisa, az azt jelenti, hogy egy hatod. Upliga de Shmuel, de Amar Shmuel a sisa, garba de chamra, dixi, vagy havi a sisa, ami Shmuel szerint nem ezt jelenti, ez a bibliai szöveg, Sámuel könyvében nem a sisa, az nem azt jelenti, hogy egy hatodát a éfa 24 literes mértékegységnek, hanem ez kenyérben, hanem ez 4 liter bort jelent. És hogy ezt akkor kaptak kenyér, és valami logikus is, mert az elején a mondat azt mondjuk, mindenki kapott egy hala ahász, egy nagy kenyeret, espárt és a sisát. És az espár ugye volt a marha, a sisa akkor megint egy kenyér? Nem. Azt mondja, ez már a bor, tehát mindenki kapott kenyeret, húst és bort, és ezzel ünnepeltek Dáviddal együtt, hogy a fridláda feljött a helyére. A Szent Városba, Jeruzsálembe. Drága barátaim, idáig tartott a 36-os lapja a Pszachim traktátusnak. Fantasztikus, nagy öröm volt veletek tölteni ezt az elmúlt egy órát. Innen a Tokaj hegyaljai Mádról, méghozzá a Mádi rabbinak az előszobájából. Holnap este, ugyanígy, körülbelül ugyanekkor, elnézést kérek, hogy nem mindig tudom előre mostanában megmondani, pontosan mikor fogunk kezdeni, de hát itt a iskolai szünetben a gyerekek altatása az egy mozgó változó. Úgyhogy rájuk tudom fogni azt, hogy néha az utolsó pillanatban változik az, hogy mikor is kezdünk.
de remélem, hogy ez nem fogja a kedveteket szegni, és holnap este megint csak találkozunk, hogy egy újabb lapnyi Talmudot ismerjünk meg, a Talmud hatalmas tengeréből. Nem sokára egy év, hogy elkezdtük ezt a nagy utazást. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, innen fogjuk folytatni. Jó estét, a viszontlátásra, viszont hallásra.